Sziasztok! Itt vagyok egy újabb Total War Róma 2 online csatával. A újabb online csatám Róma vs. Kártágó. Én vagyok Kártágóval, ellenségem Róma. Van egy csomó jó egysége. Légionáriusok, Triaritik. 6 légionárius, 2 Triariti, de ezt majd mindjárt jobban megvizsgáljuk ugyebár. Csak be kéne töltenie most. 20 perc lesz ez a csata, az komoly. Na jó, az én seregem 4 kártágói lovas, 2 jobb és balszár. Van egy mercenári Nomble Fighterem, van 2 zsoldos Nomble Fighter, van 3 zsoldos kutarim, 4 afrikai pikás, 4 libiai peltaszta és egy hadvezéri festőrség. Egyelőre az ellenséget sajnos nem látom, csak egy annyi tudok, hogy van egy nagy római hallisztája, ami elég gáz nekem, ezért azt csinálom, hogy mivel olyan balliszt, amit nem lehet mozgatni, azért kicselezem, és itt körbe megyek, így itt körbe, és akkor nem kerülök elé. Vagy látom, már van egy légionárius lovasa is. Az ugye elég jó neki. A légionárius lovasok hát elég jó lovas katonák, de a kártágói lovas felveszi vele a harcot. Igen, egy kicsit nehezen mentem itt végig. Higgyétek el, számomra is nagyon unalmas volt még itt onnantól egész így körbe gyalogoltam itt az egészen, jól ki is fáradtak az embereim, de megértem, mert így legalább nem mentem elébe a ballisztáknak, és így nem öltek meg semmi ember, és elpazarolt ennyi pénzt is ugyebár, és annyival kevesebb katonát tudott lehívni, amivel ellenem tudott volna harcolni, és sokkal jobb lett volna. Na de mindegy. A lényeg az, hogy mindjárt már itt vannak az egységeim, és akkor kb. Innentről jövök lefele, és nyomulok. Gondolom az ő serege valahol itt kell, hogy legyen. Remélem nem küldte el ide őket fel a dombtetőre, köcsökség lenne, aztán még menjek vissza oda. Na mindegy. Hogy őszinte legyek, ha itt az ez ellenség, a pikásaimnak sokkal jobb, mert valójában a domb, mi vagyunk a domb tetején, és az ellenség van a domb alján, ezért nekik, a pikásoknak sokkal jobb a esélyük van ellenük. És ahogy láttam, észrevette, hogy nem tudja használni a ballisztákat, és ezért le is szerelte az egységeket a ballisztákról. És itt van két légionárius lovas van eddig, felfedezve. És kaptam egy üzenetet, na mindegy. Két légionárius lovas, itt egy kicsit azt hiszem megálltam, hogy pihenjenek az emberei, mert már teljesen ki vannak fáradva. Vagy csak leginkább az afrikai pikások vannak. Egyik-egyik, nem mindegyik, de ők vannak leginkább, meg a skutarik. Ja. És nem jó az, hogyha ki vannak fáradva. Amint látom, ott a hadvezére egy Generals and Bodyguard. A Generals and Bodyguard erősebb, mint a legátus. És hoppá, kezdjük felfedezni a csapatait, most már kezdjük látni őket. Amint látjátok, itt ezt a ballisztás egységet nem figyelt, vagy nem tudom mi volt, és ott hagyta védtelenül. Ahogy látom, van 2 auxiliás numidiai lovassága, azok erősek nagyon. Azok nagyon jók. És akkor itt vonultatja fel a seregét. Ahogy mondtam, itt a sereg a pikásoknak sokkal jobb lesz. Szóval van 2 triari? Már 3 kell legyen. Na mindegy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 légionárius kohort. Legyünk vissza a gyorsításból. Itt van még 2 légionárius lovas, 2 numidiai lovas. Vagy nem, azt átvitte innen, oké, semmi. Előre küldöm a peltasztályomat. Plusz itt még be tudom keríteni egy gyalogos egységgel, plusz még a kártágói lovasságommal. És megpróbálom elkapni a numidiaiakat, amit azt hiszem sikerül is, mert a numidiaiak nem a legjobbak. Ja, valahogy kiszedte az előcsatározó módot, vagy nem tudom, és nem figyelt oda, és így a kártágói lovasom eltiporja az ő numidiait, lovasságát. Plusz küldje a légionárius lovasokat, hogy segítsenek a numidiaiaknak, de én küldöm a skutarikat, hogy besegítsenek a kártágói lovasságomnak. Plusz még itt sikerült elkapni a római skorpiós embereket a kártágói lovasságommal, és akkor itt még nem kezdődött el a harc, szóval itt harcolunk komolyabban. A numidiai lovasság kezdi feladni, és a légiós lovasait pedig visszahívta,
de elég nagy veszteségek árán. A kartágói lovasság ezt a numídiai lovas egységet is eltiporja. A numídiai lovas egységnek nincs esélye közelharcban a kartágóival szemben. A skorpiósok, ahogy látom, kezdik feladni, volt egy skorpiós csapata, de a kartágói lovasságot ráküldtem a lovasságára, és így megálltak, és így utol tudom érni őket, és egy jó lovas rohammal, vagy gyalogsággal simán ledárdázom őket. Itt még most se kezdődött el a harc, de a skorpiósok itt sajnos pusztítják a lovasságomat. Nem tudom, hogy miért a lovasságot vette célba. Én a helyébe a mercenári Noble Fighterre lőnék, vagy egy skutari egységre, vagy a pikást. Nem tudom, miért a lovasságot. Igen, ezek a kartágói lovasok is legyőzték a numidiaiakat, szóval már hozom le őket, hogy támogassák az itt lévő csapatokat. Ezek a skorpiósokat kezdik feladni. Próbálja elkapni a hadvezéremet, de nem megy neki. Ez a légiós egység is tudja, hogy feladja. Ma 8 ember maradt, már csak 7. Wow, majd visszament a morálja, az komoly. Ez meglepett. 6 ember és visszament a morál, az komoly. Nagyon mindegy, nem számít. Úgy is lenyomják őket most már, az nem sok. És akkor most se kezdődött meg a gyalogsági csata. Okés. A skorpiók még folyamatosan lövik a kartágói lovasságot, addig jó még azt lövik. És itt a lovasságát és az előcsatározós numidiai lovasságát eltiportuk. Mindössze egy légionárius lovas maradt és a legátusa, vagyis a General Bodyguard. És ahogy látom, előre küldi a velitész alakulatokat, és én is ráküldöm a velitészeire a peltasztáimat. Ja, ő lő előbb, nem számít, amúgy a líbiai peltaszták jobban vannak felfegyverezve, ezért legyőzik a velitészeket. Hát mondjuk most már ideje lenne megindítani a pikásokat, de nem számít. A lovassággal is itt még van egy gyalogos egység, ami támogatja a lovasságot. Azzal várakozok, meg próbálom bekeríteni. Ja igen, meg ez a gyenge lovas egységet is most már észre. Amúgy, ha jól emlékszem, nem is láttam, hogy lövi ezeket a lovasokat. Szóval hadd lője, nem számít, most már mindegy neki. Ott az a skutari egység, ami kipihente magát. Szóval most már készek a harcra. Ez a velitész egység szinte semmit nem tud csinálni, mert egyszerűen nem tudnak lőni a gyalogság miatt. Amit látjátok, még egy embert csöltek meg. Mert bent vannak a csapatok között, ezért nem tudnak lőni, nem látják az ellenséget. Itt ez a Triariti, és Triari egység. Csak két Triaria van? Ja, egy jobb és bal szárnyat védi Triari. És ahogy látom, megindultak a légionáriusok, amit a pikásokkal fel is fogok. A lovasság bekerítette őket. Próbál védekezni a lovasság ellen a Triarival, de nem tudom, milyen sikere lesz. A libiai pártasztákon vissza kéne hívjam, vagy nem hívom? Tudja a fene. Azt hiszem közelharcol hagyom őket, és akkor beküldöm a... Igen, közelharcolnak a peltaszták, és akkor beküldöm a pikásokat, és besegítenek nekik. És lenyomják a légionáriusokat simán. Ja, simán ütik. Itt meg megindítottam az két skutari egységet, hogy bekerítse őket. Plusz még a lovasság is jön, csak... Igen, ráküldtem a skutarikat a triarikra, úgy szép lövés volt. Ó, mindkét triari egységét sajnos visszahozta a lovasság ellen, amit most vissza is vonulok, amivel visszavonulok, mert a triari ellen úgy sincs esélye a kartágói lovasnak. Igen, a pikások meg és a peltaszták intézik a légionáriusokat, a noble fighterek pedig kifogták a velitészeket, amit könnyű szerrel le is győznek. Eddig még egy noble fighter se halt meg. Pedig megölt egy csomó izét, velitészt, amikor a velitésznek semmi esélye nincs a Noble Fighterrel szemben. Csak akkor, hogyha dárdákat dobigál, na mindegy. Próbálom elkapni a hadvezérét, csak állandóan össze-vissza cikázik. De sikerülni fog amúgy. Ha meg nem, akkor feladja a sereg, tök mindegy. Sajnos a hadvezéri testőrségem belerohant ebbe a triariba. Ja igen, és akkor most el tudom kapni, de sajnos van támogatása a triarikkal, de a lovasságom így is jó rohamot bevisz a lovasságának, és itt is elkapjuk a szabadon maradt egységeket, mindegyiket felaprítjuk.
Ahogy látjátok, a pikások ellen esélye sincs a légionáriusnak. Sajnos itt egy kicsit bementek a légionáriusok oldalba, kapták ezt a csapat afrikai pikást, de nem számít. Ezek a velitészek pedig ki vannak fogyva, de mégse irányítja őket, most már igen. De ráküldöm a kártágói lovasságomat, a skuterikat pedig ide küldöm. Azt hiszem a hadvezérem meghalt, vagy nem? Nem halhat, nem, még ott van, ő az. Ő az. Jó, hogy mondja a magáét. Vagy nem ő az? Dehogy ő. Már mindjárt megmondom, melyik az. Na, véget ért. Oké. Okay. Ez is egy nagyon gyors csata volt. Egységet sem veszítettem. Az egy, mindössze a peltaszták és a lovasság veszített el, veszítettek el embert. Azok szenvedtek el veszteséget. A többi az, az minimális. Pár ember veszteség. Ez nagyon jó kis csata volt a rómaiak ellen. Köszönöm a megtekintést. Sziasztok!